Január 28-án egy kis ünnepségre kaptunk meghívást Sarudra, ahol az önkormányzat felújította a körzeti megbízottak irodáját. Az eseményen jelen volt Kovács József rendőr alezredes, a füzesavonyi rendőrkapitányság vezetője is. Délután egy órakor sokan várakoztak a Kossuth-Lajos utca 62-es szám előtt, elsősorban az egyenruhába öltözött polgárőrök, akik Sarudon is nagy segítséget jelentenek a két körzeti megbízott munkájában. A két körzeti megbízott, Szabó József rendőrzászlós és Zsák László rendőr törzszászlós is időben megérkezett, majd Tilcsik István polgármester invitálta a vendégeket beljebb a felújított irodába. Tisztelt kapitányunk, tisztelt vendégeink! Szomorú tény, hogy Sarud az utóbbi évtizedben elhíresült a rossz közbiztonságról, és a település bűnügyi mutatói is kedvezőtlen folyamatokat jeleztek, jogos volt át a lakosság igénye. Polgármester úr elmondta, hogy a település sajnos elhíresült a rossz közbiztonságáról, ezért ennek a helyzetnek a javításához az önkormányzat igyekezett minden támogatást megadni. Ennek egyike az volt, hogy segítettek megszervezni a helyi polgárőrséget, akiknek felszerelést is biztosítottak. Egy másik segítség az volt, hogy önerőből vállalták a körzeti megbízott iroda felújítását. Az épület nem volt arra alkalmas, hogy itt a két rendőr munkát végezzen. Ma már a munkavállalóknak vannak elvárásai a munkakörülményekkel kapcsolatban. Az önkormányzat kicseréltette a nyílászárókat, függönyöket helyezett el, rendbetette a burkolatot, számítógépet, nyomtatót bocsátott a két rendőr rendelkezésére, egy kávéfőzőgépet szereztek be, és két mobiltelefont is vásároltak részükre. Ezek apró dolgok, mondta Tilcsik István, de sokat számít azoknak, akik itt dolgoznak. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a február 21-én megrendezendő jótékonysági bál bevételét is a rendőrség javára fordítják. A rövid tájékoztató után Tilcsik István polgármester átnyújtotta a két mobiltelefont a két körzeti megbízottnak. A füzesabonyi rendőrkapitányság vezetője Kovács József alezredes megköszönte az önkormányzat által nyújtott segítséget. Egyetértett azzal, hogy a rendőrök által használt épület a napi munkavégzésre már nem volt alkalmas. A megszépült helyiséget nem csak az itt dolgozók használják, hanem itt fogadják a panaszosokat, a tanúkat, az áldozatokat, nem mindegy, hogy milyen környezetben. A rendőrkapitány véleménye az volt, hogy a települési önkormányzatok sokat tudnak tenni a rendőrségért. Itt Sarudon is megteremtették a rendőrség munkájának alapfeltételeit. Kovács József alezredes megköszönte a támogatást a képviselőtestületnek. Szabó József rendőrzászlós köszönetet mondott a polgármesternek az iroda felújításáért és a két telefonért. Örömmel jövünk ezután ide dolgozni, mondta. Kiemelte azt a segítségét, amit a helyi polgárőröktől eddig kaptak. Völgyi Ferenc, a megyei polgárőr szövetség elnöke röviden értékelte a helyi polgárőrség tevékenységét. A rövid ünnepség után a jelenlévők megnézhették a körzeti megbízotti irodát, majd egy állófogadáson folytatódott a tapasztalatcsere Sarud közbiztonságáról.